A maradvány pénzekről, azok felhasználásáról és a rendezvények támogatásáról is hosszan vitáztak a képviselők. Mirkóczki Zita szerint a felhasznált képviselői kereteket a maradvány pénzekből akarják visszapótolni a grémium tagjai. Orolyán Sándor is ezen a véleményen volt. Mincér Gábor alpolgármester nem kérte a visszatöltést, a térfigyelő kamerarendszer fejlesztésére ajánlotta fel a ráeső összeget. A szünetet követően Mirkóczki Ádám polgármester összegezte a maradványpénzek, a kamerarendszer és a tartalékok képzésére vonatkozó módosító indítványokat. Eszerint megállapította, hogy 20,5 millió forintot térfigyelő kamerára fordítanak, 3,5 millió forintot társasházi homlokzat felújításra tesznek félre, és 140 millió forintos általános tartalékot is képeznek. Ezt követően az önkormányzati cégek beszámolóiról volt szó. Korsós Lajosné az EVAD ZRT divízió vezetőjének értékeléséből kiderült, hogy az EGRI vagyonkezelő pozitív nullán állt az előző év végén. Hozzátette, ez elég nagy eredmény a növekvő energiaárak mellett. Tárgyalták a Városgondozás Eger Kft. És az önkormányzat új közszolgáltatási szerződését. Juhász Géza, a vállalat vezetője elmondta, a költségvetési kalkuláció még az év eleji energiaárakkal volt érvényes. Azóta több mint duplájára nőttek az energiaárak. A most megkötött szerződésben foglalt keretösszeg elég arra, hogy elvégezzék a munkát. A Média Eger Nonprofit Kft. És az Agriafilm Kft. Üzleti tervével kapcsolatban ismét terítékre került, hogy hatalmas összegeket vettek el az összekovácsolódott képviselők a két cégtől. Mincér Gábor szerint ez a városi rendezvények esetében azt eredményezi, hogy alacsonyabb költségvetésűek lesznek, mivel azokért az Agriafilm felel. Utóbbi cég ügyvezetője Berényi Tamás a grémium előtt elmondta, nem elegendő a cégnél rendelkezésre álló forrás ahhoz, hogy színvonalas rendezvények legyenek. Végül a Média Eger üzleti tervét elfogadták a képviselők, az Agriafilmét viszont nem. Az Egerváros turisztikai Kft. Esetében Orosz Lászlóné érdeklődött arról, hogy kaptak-e már támogatást a várostól, és rendben van-e a működés. Törőcsik Gábor ügyvezető elmondta, minimális szinten, de működnek a kapott 8 millió forintból. A képviselők csak nem 7 millió forintos közétkeztetési kompenzációt szavaztak meg a feladatot ellátó cég számára az emelkedő alapanyagárak miatt. A következő előterjesztés Juhász Ádám javaslata volt, aki Bicskei István irodalom és művelődés történészt, valamint Kopcsik Lajos Oscar-díjas cukrászmestert terjeszteni elő a Hírességek sétányán újonnan szereplő díszkövekre. Az EGRI óvodák összevonásának ügyében is vita kerekedett, a polgármester elmondta, a vezető kilétére vonatkozó pályázat eredménytelen volt, két opciót vázolt, új pályázatot kiírni, vagy az egész összevonást elvetni. Orolyán Sándor szerint nincs társadalmi támogatottsága az összevonásnak. Végül a pályáztatást és az összevonást is hatályon kívül helyezte a közgyűlés. Az EGRI Kulturális és Művészeti Központ magasabb vezetői kinevezéséről szóló pályázataihoz szakértő bizottsági tagokat kért fel a grémium, valamint szó volt a 2021-27-es fejlesztési ciklus terveiről is, ahol Orosz Lászlóné szerint többségében szükség van a városfejlesztési Kft.-re is, ezért is kell a cégnek működni. A májusi közgyűlés zárt üléssel ért véget.